Jubileumot ünnepel idén a 25 éves Nyugatmecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás. Az évforduló alkalmából ezúttal Bodán rendezték meg 18. alkalommal a tájolónapot. A települési közösséget tavaly a térség falvait is érintő világjárvány állította nem vált kihívások elé. Kovács Győző polgármester és a társulás elnöke értékelőjében elmondta, hogy az otthoni munkavégzés mellett is jól tudtak működni, de sikerült egy fontos személyes találkozót is beiktatni a programba. Fönn voltunk Pakson egy konferencián, és itt helyben is becsatlakoztunk a GMF-be. A GMF az pedig a nukleáris létesítmények körüli önkormányzatoknak a jogvédő szervezete, annak volt a közgyűlése, és ott is azon is részt vettünk. Tehát ezért ez egy nagyon fontos tényezője, tehát nem csak helyben, hanem kiléptünk a nemzetközi szintére már régen, és egyébként ezt most nagyon jól tartjuk. Ez azért is fontos, hiszen, mint ismert, Bodán terveznek atomtemetőt létesíteni. Erről is beszélt előadásában a Paks 2-ért felelős tárca nélküli miniszter. Süli János kiemelte, hogy már több éve jó kapcsolatot ápolnak a közreműködő szervezetekkel, önkormányzatokkal, és segítséget is nyújtanak, ha kell a jogszabályok vagy az anyagiak területén is. Hisz a Paks 2 létének az is fontos dolog, hogy majd a nálunk keletkező hulladékot, mind a kis aktivitásút, mind a nagy aktivitásút majd meghatározott helyre biztonsággal el tudjuk tárolni, és ezért a jó kapcsolatot folyamatosan ápoljuk. Az ezzel kapcsolatos kutatások tovább folytatódnak, mint azt Kereki Ferenc, a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a Boda külterületén található fúráspár mélyült. Egy atomtemető kialakításához ugyanis több feltételnek is meg kell felelni. A kiégett kazettákat, a nagy aktivitású hulladékokat egy jó minőségű, megfelelő kőzetben lehet elhelyezni, körülbelül 1000 és 500 méter közötti tartományban. Mi ilyen elvek mentén készítettük elő a tervezéseket, és folynak a kutatások. Az eseményen elhangzott, hogy szeptember végéig kell megérkeznie a Paks 2 létesítési engedélyének. Már számos kisebb beruházást jóváhagytak, így már több kiszolgáló épület is áll az atomerőmű területén. A jövőben megtermelt hulladék elhelyezése pedig szintén fontos kérdés, és bár ennek 10-15 év múlva lesz jelentősége, már most meg kell tenni a szükséges lépéseket.